Köszöntöm a nézőket, Önök Bonyhádi Napló című műsorunkat látják, tartsanak velünk. Zenés estel köszöntötték a bonyhádi hölgyeket. Harmadízben töltöttek kolbászt Majoson egy fesztivál keretében. Tematikus héttel készül a Völgységi Múzeum, középpontban a percelekkel. Húsvétváró kiállítás látható a Bonyhádi Művelődési Házban. Jó egészséget, harmonikus családi életet, sikeres, boldog gyerekeket kívánt valamennyi hölgynek Bonyhádváros alpolgármestere a település nőnapi rendezvényén. Az esti programmal a napi rutinból kívánták kizökkenteni a hölgyeket, hogy feltöltődve folytathassák mindennapi teendőiket. Nőnap alkalmából egy zenés estre invitálta a hölgyeket Bonyhádváros önkormányzata. A rendezvény helyszíne a városi sportcsarnok zsúfolásig megtelt a meghívást elfogadó nőkkel. Az esemény alkalmával köszöntő beszédét Richard Wagner szavaival kezdte a város alpolgármestere. Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat. Az életünk minden szinterét betöltő női jelenlét hihetetlen gazdagsággal ajándékoz meg minket, férfiakat. Az önök méltatására nem igazán elegendő az idő, amit számomra szabtak, ezért engedjék meg, hogy csak felsorolásszerűen tegyem egymás mellé azokat a szavakat, amik eszembe jutnak, ha önökre pillantok. Édesanya, nagymama, dédi, feleség, lány, barátnő, szépség, báj, kellem, lélek, dallam, tánc, szerelem, szeretet, okosság, kiegyensúlyozottság, biztonság, erő, otthon, étel, ágy, önfeláldozás, önátadás, megértés, bizalom, hűség, melegség, gyengétség, ölelés. És még hosszan sorolhatnám, és önök bizonyára magukban még számtalan fogalmat hozzá tudnak tenni az én felsorolásomhoz. Ahogy minden évben, idén is megünnepeljük ezt a különleges napot, amikor a nők szerepét és jelentőségét ünnepeljük. Az elmúlt évek azonban kihívásokat hoztak számunkra, amelyeket együtt kellett leküzdenünk. Olyan évek voltak ezek, amelyben az egész világot megrázta a Covid-járvány, mely hatással volt az életünk minden területére. A nehézségek ellenére a városunkban élő hölgyek megmutatták, mennyire erősek és kitartóak, hogy alkalmazkodni tudnak a kialakult helyzethez és a járvány okozta új feladatokkal, amely a családokra nehezedett, is meg tudtak küzdeni. A gazdasági válság, a háború, az infláció és az energiaválság mind-mind kihívást jelentettek számunkra, de mindig sikerült együtt megoldani a felmerülő akadályokat. Ahogy a közösségünk egészének ereje, úgy a hölgyek hozzájárulása is kiemelkedő volt. Drága hölgyek, nagy megpróbáltatások idejét éljük, ezért még sokkal nagyobb szükségünk van azokra az alkalmakra, ahol együtt ünnepelhetünk, kikapcsolódhatunk, megtisztelhetjük szeretteinket egy csokor virággal, egy öleléssel, egy felhőtlen szórakozást ígérő koncerttel. Mindezzel jelképezni szeretnénk, hogy világunknak különösen nagy szüksége van a női lélekre alapozott empátiára, egyensúlyra, törekvésre és jótékonyságra. A nők szerepe pótolhatatlan a családok összetartásában. Jókai Mór szerint a nők tudnak látni anélkül, hogy oda néznének. Félve jegyzem meg, hogy ennek a férfiak nem biztos, hogy örülnek. Mégis igaz a mondás, mivel sokkal többet lehet látni a világból a szív és a lélek által. Ez a különleges tulajdonság emeli fel igazán a női nemet arra a szintre, amellyel az élet továbbvitelének kegyelmét birtokolja. Nem hiába mondja Exupéry a kis hercegben. Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. A nők, ha boldogok, vidámak, szellemesek, ragyogók, ilyenkor égig ér a lelkük.
Nekünk, férfiaknak fel kell ismernünk ezeket a pillanatokat, mert így tudunk csak részesülni a női lélek csodálatos kisugárzásából. A közélet, a tudomány, a politika és a gazdasági élet szereplői között is egyre több kiemelkedő tehetséget és teljesítményt tapasztalhatunk a nők részéről. Köszönettel tartozunk ezért, hiszen a családi teendők mellett a különböző területeken végzett felelősségteljes munkában is helytállnak. És hogy miért teszi széppé és érezhetővé a nő a világunkat? Mert a nő a férfi társa, aki annak ellenére, hogy egészen más, mint mi, mégis elválaszthatatlan tőlünk. Egy másik ember, akinek ugyanazt jelenti az élet, a szeretet, a gondoskodás, mégis valami egészen mást alkot belőle, mint mi, férfiak. Önök tisztelt hölgyek, lányok, akiknek megadatott ez a tudás, és akik egész más szemmel tekintenek a világra, szépséget, harmóniát és biztonságot hoznak mindennapjainkba. Sem a férfi, sem a nő nem élheti meg igazán ezen mindennapok teljességét a másik nélkül. Önök anyaként, feleségként, munkatársként és ki tudja még hányféle módon hordozzák ezt a felelősséget. Ma, amikor nőnapon megállunk egy pillanatra önök előtt, mindennek csupán a töredékét vagyunk képesek elmondani, mégis fontos, mégis szép ez a nap. Fontos, mert emlékeztet, elgondolkodtat, és szép, mert alkalmat ad arra, hogy köszönetet mondjunk a mindennapokban megélt törődésért, szeretetért. Kedves Bonyhádi hölgyek, kívánok önöknek jó egészséget, harmonikus családi életet, sikeres és boldog gyerekeket. Kívánom, hogy az elkövetkezendő órában érezzék jól magukat, hogy feltöltődve folytathassák mindennapjaik fárasztó, de felemelő példaértékű munkáját. A nőnapi rendezvény alkalmával Berecki Zoltán zenés műsorával gondoskodott róla, hogy minden lány, hölgy, asszony lelkileg feltöltődve térjen haza családjához. A harmadik Majosi Kolbásztöltő Fesztivál felülmúlta a szervezők várakozását. A hatalmas sátor megtelt lelkes, tetrekész csapatokkal, akik mindannyian azon munkálkodtak, hogy a saját ízlésviláguknak megfelelő kolbászt töltsék meg. A közösségkovácsoló rendezvénynek folytatása várható jövőre is. A harmadik Majosi Kolbásztöltő Fesztivál már a kora délelőtti órákban jó hangulatban indult. A csapatok lelkesedéssel felvértezve vetették bele magukat a munkába. Az alapanyag a disznóhús ledarálásával vette kezdetét a munkafolyamat. Ezután aztán jöttek az alapfűszerek, a só, a bors, fokhagyma, piros paprika, mindenkinek a saját szájíze szerint. A versenyzők a húst és a kolbászbelet a szervezőktől kapták. A fesztiválnak, amelyet 4 évvel ezelőtt hívtak életre, komoly közösség teremtő ereje van. A főszervező Fábián Isti, ő a testvérem, és ő volt néhány évvel ezelőtt kommandón vendégségben egy falusi disznóvágáson, ahol hát viccből mondta ott az ottani srácoknak, hogy figyeljétek meg, hogy jövőre majd visszahívlak titeket egy kolbásztöltő versenyre. És ebből a kalandból valóság vált. Úgyhogy ez a harmadik alkalom, egy évet ki kellett hagynunk a Covid miatt, tehát 4 évvel ezelőtt volt az első, akkor olyan egyharmad méretű volt a rendezvény a mostanihoz képest, de fantasztikus az a közösség, ami köré szerveződik, így tavaly már duplájára, és az idén még annál is nagyobbra nőtt a rendezvényünk. Az idén összesen 45 csapat nevezett, de ez is egy felső korlát, ugyanis nem volt nagyobb helyünk. Ennél több jelentkezőnk volt, de sajnos többet nem tudtunk befogadni. A versenyzők számára az alapanyagot, tehát a húst és a kolbász belet, azt mi adjuk, hogy ezek egyenlő feltételekkel induljanak. Viszont minden hozzávalót és a saját technológiáját, azt pedig minden csapat maga választhatja meg. A résztvevőink érkeznek a szűk környezetünkből is, tehát Bonyhád-Majos területéről, viszont szinte minden környékbeli településről, és ugye határon túlról is van 7 nevező csapatunk. A díjaink ugyanúgy, ahogy a mai rendezvény, egy csodálatos összefogás eredményei, ugyanis magára a rendezvényre is a környékbeli emberek, vállalkozók és családok
adták össze, vagy gyűjtötték össze a pénznek egy tetemes részét, és ugyanezt történt a díjainkkal is. A településen élők több csapattal is képviseltették magukat a kolbásztöltő fesztiválon. A receptet a legtöbben nem szívesen osztják meg a nagy közönséggel. Nem árulhatom el minden titkunkat, ez egy meglepetés lesz. Ezt nem adhatom ki. Sajnálom. Tizen érkeztünk a csapatban. Azért érezzük fontosnak, mert ez igazából egy jó összetartó esemény. Azt gondoljuk, hogy hiába vagyunk barátok és töltjük együtt igazából minden második hétvégénket, ez mindig erősíti a köteléket köztünk. A hány rendezvény volt, mindegyiken részt vettük, tavaly elértünk egy külön díjat is. Legjobban fejlődő csapat mi lettünk, idén szeretnénk elhozni a legfinomabb kolbászéjáró díjat. A közeli településekről is örömmel verődtek össze kisebb-nagyobb társaságok, hogy közös élményeket szerezzenek a nap folyamán. A rendezvény legnagyobb fontosságának a közösséget látja lengyel település polgármestere. A mai világban én úgy veszem észre, hogy egyre nehezebb összehozni az embereket, és ez egy nagyon jó rendezvénynek, nagyon jó programnak tartom, főleg így, hogy országhatáron kívül is, ugye, hogy hallottuk a megnyitóban, hogy 7 külföldi helyről is érkeztek vendégek, meg arról nem beszélve, hogy a környékből, mert nagyon sok olyan emberrel futunk itt össze, például helybeliekkel, akik régen lengyelek voltak, itt találkozunk, és nagyon nagy örömmel fogadjuk, hogy végre találkozunk, és biztos, hogy az ilyen rendezvényeknek az emberek jól is érzik magukat, szívesen jönnek. Biztos, hogy nagyon jó rendezvények, és jövője van az ilyennek. Lengyelen a jó bevált recept, megmondom őszintén, hogy a régi, az ősöktől használt. Próbálkoztunk már újakkal, internetről letöltött receptekkel, és egyértelműen az volt a válasz, hogy az igazi, amit régen csináltunk. Tehát amit a szülőktől, dédszülőktől, nagyszülőktől tanultunk, megörököltünk, az lesz. Ezért pedig minden csapat megtett mindent. A legjobb tudásuk szerint keverték a disznóvágások közkedvelt ételét, a kolbászt. A zsűrinek bizony nem volt egyszerű feladata, több szempont mentén pontozták a csapatokat. 10 pontos rendszer van, ennek a 10 pontos rendszernek mindjárt az elején a megjelenés, a tálalás, az esztétikum, és hát higiéniai körülmények vannak. Ebből egy jelentős pontszámot már lehet kapni. Aztán a következő, amikor már feltálalják, akkor pedig, hogy hogyan kell tálalni, hogyan kell egy asztalra letenni, hogy egyszerűen kidíszítik, hogy tálon hozzák, hogy mellé tesznek számos olyan dolgot, ami díszíti. Tehát nem önmagában ízesíti, de díszíti ezt az egészet. Tehát úgy is mondhatnám, gusztusosabbá teszi az egészet. És ez az egész komplett, utána a kolbásznak az íze, hát én még olyan kolbásszal nem találkoztam, amelyik rossz lett volna. Tehát ebből adódik, hogy az a legtöbb elvárható, hogy egy ilyen versenyre a kolbász az olyan legyen. Tehát ezeket a szempontokat fog figyelembe venni. A zenével kísért jó hangulatú nap végén egy vándorserleg, illetve többek között bor és pálinka tartó kis gazdára találtak a 3. Majusi Kolbásztöltő Fesztiválon. Perczel Mór hadjáratai álltak annak az előadásnak a fókuszában, melyet a Völgységi Múzeumban hallhattak az érdeklődők. Ezzel pedig kezdetét vette az a tematikus hét, ahol a diákok rendhagyó irodalomórán, Perczel emléksétán vagy éppen kézműves foglalkozáson vehetnek majd részt. A Bonyhádi Perczel család nemzedékeinek ágaival több tucat olyan személyiséggel gazdagította nemzetünket, akiknek tevékenysége elválaszthatatlanul egybefort Tolna és Baranya vármegye 18-20. Századi történetével. A Völgységi Múzeumban a következő héten több programmal is várják az érdeklődőket. Perczel hagyomány számos módon megjelenik a városban. Emlékművek, utcanevek, közterek, szobrok, illetve a hagyomány része a Perczel túra, a Perczel induló, és úgy döntöttünk, hogy erre igyekszünk felhívni a figyelmet. Ugye Bonyhád egyik leghíresebb szülötte Perczel Mór, Magyar Szabadságharc honvéd tábornoka, és a Perczel család elválaszthatatlan része a város életének, és erre igyekszünk felhívni egy kicsit a figyelmet
amivel készülünk kézműves foglalkozások, illetve egy forradalmi játék, ahol a 1848-as magyar szabadságharcos katonának lehet beöltözni gyermekek számára. Iskolás csoportokat és egyéni látogatókat is szeretettel fogadunk, illetve a Perccel időszaki kiállítása meg nem alkuvó tolnai, az június végéig meghosszabbításra került, és megtekinthető a múzeum épületében. Szóval mindenkit szeretettel várunk, és biztatok, hogy látogasson meg minket. A Völgységi Múzeumban március 13-ától induló Perccel Mor tematikus hét számos programot tartogat, amelyekre általános és középiskolás diákcsoportokat várnak a szervezők. Előjegyzés és jelentkezés szükséges, legalább 2 nappal korábbra érdemes szólni, mert elég sok csoport jelentkezett, és elég sok hely már ki van töltve a programban. Ugye a völgségimúzeum.bonyhatkuk@gmail.com, illetve a 0674451342 telefonszámon, illetve munkaidőben személyesen lehet keresni kollégáinkat. A történész Herman Robert kronológiai előadással készült a tematikus témahét nyitó rendezvényére. Perccel Mor nem kell bemutatni itt Bonyhádon nyilván, de nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a 48-49-es szabadságharc hadvezérei közül gyakorlatilag ő az, aki abszolút autodidaktának tekinthető, hiszen ugyan szolgált egy ideig a császári királyi hadseregben hadaprótként, de olyan fajta rendszeres katonai képzést, mint a többi tábornok társa nem kapott. És ehhez képest viszont nagyon szép eredményeket ért el a harcmezőn, tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen megérdemli, hogy emlékezzünk rá. Tegyük hozzá, hogy a politikus tábornokok közé tartozott, tehát azok közé, akiknek a katonai jelöletük nem is volt, vagy nem is volt olyan mértékben, viszont a magyar politikában már addigra megmerítkeztek, tehát ez is elősegítette azt, hogy a megfelelő módon tudja képviselni az általa szolgálni akart ügyet. Alapvetően egy kronológikus áttekintésről van szó, tehát nyilván némi családtörténeti előzménnyel, amit persze a helyben és az előadáson lévők lehet, hogy jobban ismernek, mint én, és hát utána pedig a Perccel egyes hadjáratait tekintem át, a 48. októberi ozorai hadjárat, attól aztán a muraközi muramenti hadműveletekig, a móri ütközeten át a 49. januári középtiszai, illetve Dunatisza közi hadműveletekig, majd pedig a délvidéki és a szintén az Alföldön 49. júliusában végrehajtott hadműveletekig, és azt, hogy hát ezek mennyire voltak tekinthetők eredményesnek, milyen következményekkel jártak, mik voltak az esetleges sikereknek, illetve mik voltak a kudarcoknak az okai. A tematikus témahéttel kapcsolatban a további információ a múzeum valamennyi elérhetőségén keresztül kérhető. Április 9-e húsvét vasárnap. A gyerekek lassan számolják vissza a napokat, a felnőttek pedig elkezdik díszíteni a környezetüket a tavaszi ünnepre. Ehhez adhat akár inspirációt az a kiállítás, mely április 5-éig várja az érdeklődőket a Bonyhádi Művelődési Házban. Szűcsné Pál Ilona csipkézett hímzett tojásain kívül igazi tavaszi hangulatot árasztó képekkel töltötte meg a kiállítótermet. A Vörösmarty Mihály Művelődési Központban Szűcsné Pál Ilona alkotásai igazi tavaszi hangulatot csempészhetnek mindazok napjába, akik időt szánnak a tárlat meglátogatására. Elsősorban a tojás díszítéssel jöttem, tehát liba tojásokat csipkézek és hímzek. Ezekkel készültem, ez a fő tevékenységem. Ezen kívül hát pedig ilyen igazán különc képeket hoztam, nemezelt képeket, sejemfestetteket, üvegfestettet, aztán készült az összetört tojáséjból mozaik, üvegből mozaik, tehát ilyen különc dolgokat hoztam. Körülbelül 7-8 éve csinálom. Pesten voltam egyszer, és egy kis gépbemutatóra csöppentem, ahol egy cég a kis hobbi gépeit mutatta be, és egy hölgy azzal foglalkozott, hogy bemutatta, hogy a gépükkel olyan finom dolgokat is lehet készíteni, mint a tojáséjnak a csipkézése. És nekem ez a dolog annyira megtetszett ott, hogy utána aztán a családban itthon mindenkinek úgy kellett kifújni a tyúk tojásokat akkor még, és hát nem egy ilyen igazán drágább géppel, hanem egy egyszerű kis fúrógéppel próbáltam, hogy mit tudok kihozni belőle, és amikor úgy éreztem már, hogy gyakoroltam sokat, akkor rendeltem lúgtojásokat,
és hát abból sikerült igazán szép dolgokat készíteni. A csipkézett tojásokon megelevenedő motivumok nagy része saját ötlet alapján született meg. Nálunk ugye Siagárdon nem volt hímzés, illetve hímzésnek nagy keletje van, meg nagy hagyománya, de tojásdíszítésnek nincs hagyománya, és így aztán ugyan csináltam egy-két olyan tojást is, ami siagárdi hímzés mintát utánozza, de inkább csak a saját kútfőben eredő mintákat próbálom, minél csipkésebb, minél lukacsosabb legyen. Ezt tudomásom szerint az országban talán más nem készíti. Én ezt ukrán meg orosz hölgyeknél láttam, egy-kettő végez ilyen tevékenységet, és hát megpróbáltam, még nem sikerült rájönnöm teljesen, hogy ők hogyan kivitelezik, hogy megfelelően szép legyen, de próbálkozom vele, és hát itt az a lényeg, hogy a tojáson belül keresztül kasul ne fussanak a szálak, ez a nehézség is benne. Általában egyféle technikát készítek több tojáson. Ha úgy vesszük, hogy száradási időt nem számolunk, akkor hát olyan 3 óra hossza körülbelül egy tojás elkészítése, de hát itt azt tudni kell, hogy amikor a tojásokat kifúrom, akkor minden kis apró lyuknál, a házi asszonyok tudják, a tojásnak van egy belső fehér héja, az olyan, mint amikor a vászon kirojtosodik, tehát ezt nekem hipóval ki kell maratnom, és hát azért is, mert nyilván van olyan tojás, amelyiknek nem fehér már belül a héja, hanem sárga vagy barna. És amikor kimaradtam ezt a belső héjat, akkor kezdem el kontúrozni a mintát, hogy jobban kiemelkedjen. A falakról visszaköszönő képek igazi tavaszi hangulatot árasztanak. Az alkotás ezen formája már legalább 8 éve jelen van Ilona életében. Abban az időben kezdődött, amikor a tojásdíszítés is, csak akkor még üvegfestett képeket készítettem, aztán megpróbálkoztam a selyemfestéssel, és hát a képek valahogy engem megragadtak, és így a nemezből is én nem sapkát vagy tarsolyt, meg egyebeket készítek, amit általában a nemezelők szoktak, hanem próbáltam abból is képeket készíteni, és néha többdimenziós kép is sikerült. Egy-egy ilyen kiállítás sokakban elindítja az alkotni vágyás érzését, amelyhez gyakran segítséget is kérnek tőle. Volt, aki mondta, hogy szeretné megtanulni minden további nélkül, azt azonban el kell mondanom, hogy a tojások fúrását kizárólag nyáron végzem, és a szabadban, és hát a szájmaszk az nekem nem volt újdonság a Covid idején se, mert a közben rettentően porol fúrás közben, és hát a lisztnél finomabb porszál, és az éppen azért, mert akkor még a tojás hát ugye elég koszos, nem jó lenne, ha az ember belélegezni. Ez egy apró fortély, amit érdemes szem előtt tartani a tojás csipkézés során. A nagy gondossággal készült húsvéti tojások a tavaszi hangulatú képekkel kiegészítve egészen április 5-ig várják a tárlatlátogatókat a Bonyhádi Művelődési Házban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!